Áldást, békességet, jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Szekszárdi Léleképítő 2020. április 6-ai léleképítőjén. És annyi tisztem van, hogy bejelentsem azt, hogy legközelebb április 19-én Nyerges Attila fog jönni. Az ismerős arcoknak a frontembere, tudják, a Nélküle című verset ő írta, ő énekli, hogy bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, de történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Ennek a mottójával, Nélküle címmel április 19-én, május 6-án remélem, hogy Molnár Levente, operaénekes, és Rost Andrával vagyok még kapcsolatban, hogy ő is majd valamikor fog jönni, de nézzék ezt a szamárságot, ezt a Facebookot, léleképítő, Szekszárdi léleképítőt kedvelők csoportja, legalább ebben néha hetente egyszer belenéznek, akkor minden információ rajta lesz. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik interneten most bennünket élőben néznek, és azokat is, akik majd később fogják akár a Tolnatáj Televízió, akár pedig az interneten, YouTube-on végignézni ezt az előadást, akár csak egy év múlva, vagy fél év múlva, vagy 10 év múlva, de reméljük, hogy mindenképpen találkozunk az éteren keresztül is. Dr. Tóth Csaba Attila a nevem, 22 éve ezt a léleképítőt próbálom szervezni, több-kevesebb sikerrel, de inkább több sikerrel. Köszönöm, hogy itt vannak, és szeretettel köszöntsük a Kossuth díjas, Jászarany Mari díjas öröknőt, Esztergályos Ceciliát! Nincs, de hát ez mind vicc, nehogy komolyan vegyem, mert leveszem a kalapom. Na, nagyon-nagyon örülök Önöknek, hogy engem meghívtak, és akkor megpróbálok eleget tenni az óhajuknak, sóhajuknak, és akinek van majd kérdései, alulról nem jó ám, mert csak a tokámat fotózott, de majd nem baj, majd így csinálok, és akkor kevésbé látszik. Na, tehát addig lenyugszom egy kicsit, amely hol a táska? Hát de nyuszik, ide kéne fölvenni, mert annak jelentősége van. Tehát idő van, nem igen. Így jó. Rendben. Ennél rosszabb mellettem, mert fordítva kell, de nem baj. Nem baj, egyáltalán nem baj, hát nem ebből van diplomája. Egy bőröm, de... Jaj, de jó, itt is van egy mikrofon. Nagyon jó, az a... Majd a bőröndömet veszi. Na, hát akkor nem beszélek én arra. Lehet hallani? A tévének imádom a tévét. A tévé erre fekete kell, úgyhogy hajlom. Akkor a tévét külön, és bekapcsoltam? Csaba, nem. A tévének... A tévét nem kell fogni. Nem állok, mert festem magam, meg egyáltalán titkokat árulok el. Mi az? Olyan, mint hozzá. Na. Majd a saját hangját ezekkel keresztül, akkora jó. Amikor én saját hangomat hallom, akkor közvetítsünk. Nem tudom, de... Nem, mindent megcsinál, mindent utána.
Figyelek. De betenném, és akkor lehetne hallani. Tehát én mindent megteszek annak érdekében, hogy eleget tegyek a követelésnek. Hopp! Na most a következő van, hogy én arra gondoltam, hogy egy titok nélküli előadó estet fognak látni, ahogy hogy lesz valakiből valami. Tehát egy normális emberből egy színésznő. Hát először is ki kell festenem magam ahol, de nem akarja bevezetni vezesse be valahogy, ahogy szokta egy lélek emelő előadást, nem? Már meg volt, nem, hogy ki jön legközelebb, ezt mondtam. Ezt már elmondtam, hát ez hogy ki jön legközelebb, de amikor felhívtam a művésznőt, és megkérdeztem, hogy drága művésznő, mi legyen az előadás címe, akkor ellentmondást nem tűrő hangon és stílusban azt mondta, adj békét, uram. Így van, mert ha nincs béke, akkor semmi nincs. Ám de abban is megegyeztünk, hogy nem minden áron, mert Trianonban békét kötöttünk, de köszönjük, abból nem kérünk. Tehát a béke az az igazsággal csókolózzon, és az igazság és a béke együtt legyen, és ilyen békét szeretnénk most is, amikor még zörögnek a fegyverek, és reméljük, ez borzasztó. Reméljük, hogy majd elhallgatnak hamarosan, és a mai sajtótájékoztatót hallgatva, a nemzetközi sajtótájékoztatót hallgatva, tanultam én is azt, hogy minél rövidebbre, máskor rosszabban beszélek, de most megkértek, hogy még beszéljek. Tehát mindegy. Én már átadnám. Nem mindegy. Hát olyan szépeket tud mondani, hogy az ember már akkor szárnyakat kap, és elindul egy gyönyörű úton. És akkor még annyit mondjak el, hogy ne a végén kelljen, hogy ide kitettem ide CD lemezeket, a Kárpát-aljai Hitvalló Krédó együttesnek a lemezeit, azért, mert ezeket szeretném oda ajándékozni a művésznőnek. Nem rólam beszél. Hát, az öröknőről nem lehet mit mondani. Hát az öröknő, az öröknő, kérem szépen. Az csak nézni szabad, és meghajolni, és kézcsókot adni. De hát a Kárpát-aljai Krédó együttes, persze. Tudják, és azt a művésznő is meg fogja hallgatni. Persze! Mert azt a verset ajánlom a drága művésznőnek, ami nekem annak idején mellbevert, és meghallgattam Mezőváriban, hogy szülőföldről volt szó, hogy emlékeimben úgy él ez a táj, mint az imádság, mely örökérvényű a szülőföld, ahol az sem fáj, hogy az élet után elmúlás jön és halál. A föld, a rög, az ősi gyökerek, ahol szerettél és szerettelek, ahol dacoltam a reménytelennel, de jobb hazáról nem akartam hallani, nem tudtam menni, új ruhába bújni, magamat valaki másnak vallani, mert mégis ide köt valami. És ezt a verset is megzenésítette a Krédó együttes, és ezeket a verseket Tóth Árpád, Reményik Sándor és egyéb más költők, határon túli kisebbségi sorsot megélő írók verseit zenésítette meg az az Ivaskovics József, akik megszólítottak ezek a versek, és reméljük, hogy a művésznőt is meg fogja szólítani. Hát hogyne! De tényleg, hát ez gyönyörű, gyönyörű csoda. Na, én most pihenhet. De van nekem egy, van jó, nekem az egy. Jó, az nagy. Tehát én arra gondoltam, hogyha bejövök ide, hogy akkor nem egy szokványos bocsánat, egy önálló estet fognak látni, hanem engem, Esztergel Ceciliát, én fordítva vagyok bekötve, mindent másképp csinálok, mint ahogy kéne. Engem nem zavar, nem sokára, ha Isten is úgy akarja, akkor 80 éves leszek, és hogyha nagy...
Mi nagyon szépen köszönöm, még nem vagyok. Tehát meg kell írnem ezt, és tulajdonképpen azt szeretném mondani, el akartam mondani ezt az agybékét, uram, ez egy gyönyörű fohász, egy templomnak a tetején volt kifestve az egész templom, olyan gyönyörű volt, valamelyik vidéki helyen láttam és megtanultam, agybékét, uram, és költözzék békesség a szívembe, csituljanak háborgásaim, csillapodjanak haragvásaim, adj a világban békességet, uram, hogy élni tudjunk, hogy tudjunk élni rettegés, félelem, marakodás nélkül. Én annyira kérem az Úr Istent, amióta élek, hogy béke és egészség legyen, ez a kettő, és hagyjuk egymást békén, és egymásért adjunk minden lehetőséget azért, hogy fogjuk meg egymás kezét, és úgy menjünk az életbe, és ne halljunk meg! Senki. Gyerekek vannak, csecsemők vannak, boldogok és boldogtalanok. Éljünk, éljünk. Mindenki találja meg azt a szépséget az életébe, amiért érdemes élni. Amen. Úgy legyen. Na most én... Hát azért mondom, mert én, ha mikroport van rajtam, akkor az ide van tűzve, vagy oda van tűzve, és lehet beszélni, lehet közben festeni, viccelődni, stb., és mindenki hallja. Itt legfeljebb csak annyit tudok mondani, hogy aki hallja, adja át. Tehát, de nem, ez csak vicc, vicc, vicc volt. Keresem a szemceruzám. Valakinél van egy szemceruza? Nem csak vicc, vicc, vicc. Na most akkor elmondanék egy Tóth Árpád verset, amit imádok. Tóth Árpád a láng. Eldobtam egy gyufát, slegott, hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyes sipkájú sárga láng. Vígat nyújtózott, furcsa törpe, izget mozgott előre, körbe, lengett, táncolt a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget, de göggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág, nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fű se vette észre, s a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt és a földre ült, lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén, nem látta senki más, csak én. Köszönöm, nagyon drága. De megvan egy, ez nem igazi, ez a háta, nem baj. Hogy nem akarom elviccelni az estet, a dolgot, mert ez egy mennyivel jobb így, hogy eltakarom magam önöktől. Tehát ez egy nagyon komoly meghívás, és ennek eleget, ki vagyok festve, eleget kéne tenni. Akkor, hogyha kívánják, akkor elmondanék prózát, vagy darabokból részletet, vagy az, hogy ahogy jöttünk, az egy eléggé triviális, nincs benne hegy, nem baj, hogy eléggé triviális volt, az egyik kútnál megálltunk, és ittunk kávét, és mondtam, hogy én kimennék, teteje hol van, nem tudjuk, nem baj. Kimentem rendbe hozni, tehát azt szeretem alulról, oldalról, na úgy fogok kinézni, mint a nagymamám ilyenkorban. Na mindegy. És kimentem, és mondom, akkor kezet mosok, na de a régen volt, régen csap volt.
ugye? Amiből folyt a víz, ha kinyitotta az ember. De ezt nincsen rajta ilyen tekerő, mondom, hol kell téged megnyomni? Nem válaszolt, mert még nem ért magyarul, és akkor próbáltam alátenni, de ha alátettem, leégette. De az nem volt olyan hosszú, tehát ma már minden megváltozott. A technika, a technikában élünk, és reméljük, hogy nem a technika vett véget nekünk, még rímmel is. Köszönöm a tapsot. Miről beszél, miről meséljek? Verseket mondjak, vagy nem. Mondjuk, hogy vasárnap volt a választás, ugye? És akkor, hát így rémesen nézek ki, akkor fölteszek egy kalapot. Ja, erre már nem megy. Nem baj. És tehát a Sári bírót játszottuk, és Zsigmond, Móricz Zsigmondnak a darabja. Én a Thália Színházban kezdtem a szakmámat, mint színész 1968-ban, és ott a Móricz Zsigmondnak a darabját, a Csibéjét mutattuk be. Na most ugyanabban a színházban 60 év múlva játszom a Sári bírót, így a következőről szól, ugyanarról, amiről most vasárnap a választásokról szól, a bírónét én játszom, és a bírót mindenféleképpen szeretném, ha 12 év után megkapná újra a bírói állását. Ő már nem szeretné elvállalni, de én mindent elkövetek ennek érdekében. Amikor bemegyek először a színpadra, akkor az ő haverjaival, a férjem, tehát a Sári bíró a haverjaival iszogat azért, hogy elnappolja a választást. És akkor én bemegyek, hogy na, milyen? Száraz malom, még csak nem is üres az éveg, ha nem akartok inja, hát ez a Hajduk Józsi, nincs itt. Azt mondja valaki, Ganyét, akkor ők is így ültek, ahogy önök ülnek itt, mert nem értik, hogy miről beszélek. Szóval ilyen nyelven beszélt akkor Móricz Zsigmond, ma sok faluban így beszélnek, én imádom. Ganyét, annak van most az ideje? Ilyenkor kell azt csinálni? Bíró választáskor rendben vagytok? Azt mondja, bíró, rendben. Hát most vannak a választások, hát nagyon lármásznak odaki, de azt mondom nektek, Pali, Ferkó, Jani, mint komák vagytok, rokonyok, nektek kimondom, hogy az a sok kukató kutya odaki, meg ti is ideben, mind a markomba vagytok, itt a komódba, ízes fiaim bizony, mind dobra veretlek, ha egy hangú nem lesz az a választás, bizony nem fogom nézni, hogy a testvér húgom fia vagy, tíget se, hogy a kereszt gyerekem. Na, így attól. Hát mi van? Ha elmentek, még be se gyűjtem, Máté elment. Hát így, jó napot. Na most akkor voltam. Hát ha ide tartja, akkor tudok beszélni. De ne a számba. Na, azt mondja, hogy voltam én kis bohócot is játszottam. Most megnézném magam a tükörbe, hogy jaj, nagyon édes, jó van, nem látszik belőlem semmi. Azt mondja, hogy kezdődik? Csak erre, tessék erre! Három dobás, 10 garas. Mindenki gyer, csak tessék! Itt látható Ludmilla a fehér báránya, bárányok báránya, a sztárok sztárja. Kötélen táncol, kézből leszik, és ágyban alszik, csak tessék! Sejmet, posztot, csipkét, ollót, mindenféle divacikket, urna, gálát, hölgynek, sikket, mindenkinek, amit illet, Madame Lárdomból kínál, s révizávi harlekinnál, csak arra tessék, arra, kardé, spádé, Coca-Cola, limonádé, itt a jósnő, itt a dádé, Esmeralda önnek túl jó, róla majd Victor Hugo, addig várjon, csak közben gacsában egy
Tessék, urak, tessék! Szabad a bejövet, szabad a kimenet! Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök, Esztergály Cecília. Sem olyan nagyon jó pofa dolog, amin sokat lehetne nevetni. Ha kérdeznek tőlem valamit, vagy kérdez tőlem valamit, akkor mielőtt még jelt ad valakinek, akkor lenne olyan drága, akkor tovább tudnék menni. Becsukódott a, már a szemem, de a tükör. Na? Nem kérdez? Milyen ízű? Maga? Na. Ha? Nem jut eszébe semmi? Na, most a... Jaj, játszottam egy darabot, ahol így festettem a számot, és most is játszom olyan darabot, és mondták, hogy nem szabad ilyen csúnyán kifesteni a száját. Így nem jár senki. Mondom, de hogy nem öreg, azt, hogy neki nem lát. De az is nagyon jó, amikor a fogát lekvesi az ember, és akkor azt mondják, hogy Jézus Mária, mit tetszik csinálni? Hát így nem néz ki egy ember, de így néz ki egy ember. Öreg. Na hát akkor elmondom, Goda Gábor tollából, megnézem magam, hát ígéretes. Azt mondja, egy öreg asszony, ja igen, köszönöm szépen, egy öreg asszony, soha többet, eddig se vállaltam olyat, hogy mikrofont fogok, de most akkor utoljára el... Mindjárt megnézzük, hogy ha leülök, akkor is látnak, igaz? Hát nem nagyon, de nem baj. Az nem baj. Azt mondja, Goda Gábor tollából elmondom, egy öreg asszony beszél az egyik barátjával, a nagyon borzalmas, amit mondok, de ez a Goda Gábor, ez egy író volt, és ő írta ezt a kis novellát, amiből én kiszedtem azt, amit most elmondok, ha eszembe jut, és... Erről jut eszembe, hogy az ember, amikor a színpadon elfelejti a szövegét, akkor az nagyon kellemetlen, de feltalálja magát, mert tudja, hogy miről szól a darab. Na, tehát azt mondja, hogy ez egy öreg hölgy, aki telefonál a barátjának, és éppen arról beszélnek, hogy a kripta, ami mostanában borzalom, mert megint ott tartunk, ahol ma vagyunk, a kripta divat. Jól, kedves divata, jól vagyunk, csak egyetlen egy gondunk van, és avval gondoltunk, mint családunk végig-végig babátyával megosztanánk magával. Hát szóval az anyósom kiszállt a kriptából. Halló, ne tegye le, jól hallotta. Ja, persze, maga nem tudja, hogy 3 héttel ezelőtt összevesztünk egy apró semmiségen, azt viszont tudja, hogy meglehetősen jó módúak vagyunk, és hogy ölköseink nincsenek. Hát szóval egy szép napon azon kezdtünk tűnődni, hogy mi lesz a vagyonunkkal, ha majd egyszer el kell költöznünk ebből az ágnyék világból. Hát a fiújám sem mai gyermek, én sem vagyok már karonülő. Na tívata, ne udvaroljon! Az a anyósom 90 múlt. Hát szóval úgy határoztunk, hogy építettünk magunknak egy kriptát. Hát el tudja képzelni, hogy mennyi utánjárásba került, a pénzről már nem is beszélve. Meg kellett vásárolnunk a paucellát, elkészítetni a terveket egy építéssel, kiválasztani az oszlopokat, kivitelező szövetkezetet találni, hát nem részletezem tovább, a kripta elkészült, gyönyör, impozáns. Alaptelte 20 négyzetméter, szóval Luther húzatmentes, lényeges. 3 fekhely van benne, 2 a bejáró Csikáó merülgesen, az uamnak is nekem egymással párhuzamosa, hogyha lehet még ott is. Aki tudja maga, tudja, na látja.
A harmadik fekely az ott hátunk keverve az anyósomnak, de az is meglehetősen jó hely az anyósomnak. Na, hát szóval a kripta elkészült, 2 milliónk, 5 milliónk, 20 milliónk, 100 milliónk ment vá, és ava gondoltunk, hogy ami ezek után ma van utánunk, az legyen az állami. És ekkor az öregasszonnyal összevesztünk, de hát makacs az öregasszony nem hajlandó békülni, sőt kijelentett, hogy nem hajlandó velem egy azon síboltba feküdni. Hát most mit csináljunk? Kitálunk megfőzni egy három személyes köptával, és csak ketten vagyunk hozzá. Hát először abba gondoltunk, hogy feladunk egy apó hirdetést az ingatlan rovatba, de hát ki tudja, hogy miféle ember jelentkezne, ne értsem félve, nem vagyok sznob, de hát mégsem mindegy, hogy kivel fekszik az ember, ugye ott. Hát szóval úgy határoztunk, hogy AU-ba bocsátjuk ezt a harmadik helyet, és meghirdetjük. De hát nem lehet tudni, hogy ki jelentkezik majd a hirdetésre. Tehát úgy gondoltuk, hogy inkább magával osztanánk meg a sírbaltot, mert ugye együtt tudnánk kacagni. Hát akkor millió csók, drágám, akkor várom a kriptába. Csók, csók, csók. Na most azt is elmondom, hogy Csaba nem tehet róla, mert hogyha nem itt lenne az est, ami délután van, hanem a művelődési házban, akkor lett volna magnó bejátszás, amire daloltam volna, meg rengeteg bejátszása lenne a filmjeimből, a kerámiáimból, a festményeimből, de hát ez nincs, úgyhogy aki akarja, akkor az interneten fenn vagyok, Cecília Esztergályos, és akkor ott láthat rólam sok mindent. Ez az én bűnöm, csak... De a... nem bűnöm, mert itt nincs. Hozott anyagból dolgozunk, ezt így mondta. Van, ezt mondtam az autóban, amikor jöttünk, hogy hozott anyagból dolgozunk. Tehát akkor fel kell találnom magam. Na, hát akkor elmesélem, hogy hogy vettek, most akkor letörlöm a számot, de mert ez borzasztó, hát ez nem tudom, egyáltalán, hogy ki játszik így én. Na, igen, mert ha önálló est, vagy önálló délelőtt, délután van, akkor ugye általában a színészek átlényegülve nagyon mélyen, de tényleg nagyon mélyen szólalnak meg, ez nem jó. Tehát nagyon mélyen átérzik a helyzetet, hogy ő rájuk figyelnek ennyien. Én meg örülök ennek, és megpróbálok eleget tenni. Na, tehát amikor nekem van 2 diplomám jelen pillanatban, mert remélem, hogy még lesz 2, de akkor majd szólok. 1900-ővele játszottam, ő színész különben, a televíz, nem, hogy jön ide, ő most ezt mondja, hogy jön ide, nem színész és nem se, jó napot kívánok, összetévesztettem valakivel. Na, elég az hozzá, hogy a 1951-ben vettek fel a balettintézetbe, és 1960-ban végeztem, mert az 9 év klasszikus balett, és mindent játszottunk, és próbáltunk az Operaházban, az Erkel Színházban, és mindenhol, nem mindenhol, ebbe a két csodálatos helyen, és amikor végeztünk, akkor biztos voltam, hogy a klasszikus balettet tudom folytatni, és az Operaházba kerülök, és Leningrád, és Moszkva, és visszajövök, és
prima balerina leszek, mint a többi nagy-nagy szólótáncos. Nem így volt, mert akkor az volt, hogy a Pécsi Balett megalakult, alapítótag vagyok, 1960. augusztus 21-én alapítottuk meg a Pécsi Balettet, Ek Imre vezetésével, aki egy zseniális koreográfus volt, igazgató volt, és neki köszönheti a Pécsi Balett, hogy megalakult, meg a Acél Evtársnak, aki a Pécsi Balett, aki a Pécset volt képviselő. Na, és akkor én ott voltam 3 évig, de közben forgattam a Te, a Tücsök, a Pénzcsináló, az Aranyfej című filmeket, és akkor utána, 3 év után ott adtam a Pécsi Balettet, és elmentem 64-ben a Színművészeti, ma már egyetem, de akkor még főiskola volt, jelentkeztem, felvettek. A következő volt a felvételi, 10 verset kellett tudni, én soha életemben nem készültem arra, hogy én színésznő leszek, tehát én nekem meg kellett tanulnom 2 hét alatt, nem tudom, egy hónap alatt, 10 verset, 2 monológot, a dal, meg kellett tanulni. A bátyám, aki aztán majd tévérendező lett, Esztergályos Károly, ő verte a fejembe, ő neki akkor volt az élete párja, Vencel Vera, aki egész életében arra készült, hogy ő színésznő lesz, és soha, mert én, mint balerina, le is néztem a színészeket, amit mindenki tud hápogni, de Ronda Jean Fouettét nem tud leforogni, tehát ez volt a véleményem. De belekerültem ugye ebbe a kerékvágásba, ilyen szó nincs, de nem baj, kitaláltuk. Ja, nincs a fejemen semmi, és így akartok fölvenni, hát az nem előnyös. Na, és akkor, tehát felvettek, és a szinetár felvételiztetett, ide kimászok addig. Tehát az volt, hogy itt álltam a színpadon, ő mondta, Simon Zsuzsával nem tudják, hogy ki az, meghalt szegény, volt az igazgatója is, elmentem onnan, baj, kukucs. Nem baj, hogy ide álltam? Jó. Hát nem vagyok fényben, de nem baj, ez elég rossz fény. Na, édes vagyok, nem? Na, a gyertya sokkal jobb. Na, tehát ott álltam a színpadon, Simon Zsuzsa lett az osztályfőnököm, ő régebben volt a színművészeti főiskolának a igazgatója is. Na, és akkor azt kérdezte a színetár, hogy... Mivel készült? Mondom, mivel... Nem mondtam, nem viccelődtem. Ott van leírva a 10 vers, jó, akkor mondja el, legyen szíves, a Petőfi Sándor a naphoz. És akkor én mondtam, hogy Petőfi Sándor a naphoz. Nem szabad az operációk óta, nem szabad előre hajolnom, de ennyire szabad. Tehát én kinéztem, na, lelőttem a poén, mindegy. Tehát én azt mondtam, hogy panaszom van kelmed ellen, haja kelmed, nap uram. Áj, mondta a színetár, mit csinál? Mondom, hogy mit csinálok, kinézek az ablakon, de lejjebb voltam hajolva, kinézek az ablakon, és az nappal beszélgetek. Ja, jó, igyon egy pohár vizet, nem vagyok szomjas, akkor nem baj, akkor ne igyon vizet. Panaszom van kelmed ellen, haja kelmed, nap uram, mi dolog a sugarával bánni olyan fukaran? Elballag kelmed fölöttem, minden isten adta nap, kis szobám kelmedtől mégis egy sziporka fényt se kap, oly sötét van benne, mint a... Majd kimondtam, hogy mibe legyen egy kis embersége, s nézzen kelmed. Ez mi? Dolgozik valaki? Vagy mi ez? Nézzen kell, de lehet, hogy valakinek nem tetszik, és azért csinált így, nem? Nézzen kelmed néha be, hiszen versírás a mesterségem, tudja tán, s azt is tudja, így esetben nem lehet pompás szobám. Hogy ne tudná, hogy hajdanában kelmed szinte lantot vert, még mikor le nem rutalták az Olimpról Jupitert. Szánjon meg tehát kegyelmed, kedves kolléga uram, s mától fogva sugarával, ne bánjék oly fukaran. Vége van a versnek. Meghajoltam. Köszönöm. Hát,
így vettek föl, és olyan osztályba kerültem, akik mind pici gyerekkor... Mit bögözl? Így csinál a fülembe, hogy buk, buk, buk. Mert máskor, hogyha az emberen mikroport van, és azt mondjuk a nyakláncom, vagy a sálom hozzáér, akkor az bicsa, 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 így csinál. De hát mondjuk, hogy ha megy az előadás, akkor csak nem kérdezem meg, hogy mi van. De hát nyilván, vagy egy harkály van benne, nem tudom. De az is lehet, hogy közel mentem. Nem tudjuk. Isten tudja. Hát azt mondja, megnéztem az órát, 3:47. Meddig kell dolgozni? Na. Hát bejöttem 6:10, 3:07 van, mondd, hogy még azt, hogy egy fél időt kell, fél órát még kell dolgozni. A következő, hogy tehát akkor elvégeztem a színművészeti főiskolát, szintén kitűnően, politikai gazdaságtól megbuktam, de aztán a többiek átrángattak rajta. És akkor a Kazimír Károlyhoz kerültem, ott játszottam először a Csibét, Móricz Zsigmond Csibéjét, és utána 17 évig voltam a Thália Színház tagja, vezetője többek között, olyan körülbelül 70-valahány szám darabban játszottam. Én őt imádtam, ő is nagyon szeretett engem. Ő is nem dobozba zárt be, és csak azt szabadott volna csinálnom, vagy játszanom, vagy ahogy játszottak mások, én teljesen máshoz szoktam hozzá, és mindig csak is saját magamat adtam. Vagy tetszik, vagy nem. Vagy tetszik, és itt maradnak, vagy nem, és kimennek. Na, akkor most mondjunk verset, jó? De mesél, ha valamit kérdeznek, akkor arról eszembe jut egy olyan történet, ami esetleg önöket is érdekli. Nincs semmi. Még akkor, amikor én voltam fiatal, motivációról nem volt szó, csak meg semmilyen jaj, megveszek ezektől a mai szavaktól, de természetesen megtanultam és alávetem magam. Gyerekkoromban én végig a balettintézetbe jártam, de előző, tehát 7,5, nem, egészen pontosan 8,5 éves koromtól jártam oda, ahol irtózatos nehéz volt, mert reggel 8-ra kellett menni, tehát 6-kor keltem föl, vagy 5:30, papa ébresztett föl, meg a mama, meg busszal, erről nem, teljesen más élet volt, de hát aki idősebb, emlékszik arra, hogy nem papa, mama hozta kocsival, kocsi nem volt, nem volt kocsi, Magyarországon volt kocsi, akinek volt kocsia. De tehát a gyerekkorom nem volt, mert nem játszottam, hanem nagyon-nagyon odafigyelve, tiszta erőből gyakoroltam, hogy híres prima balerina legyek. Nem lettem, mert másképp és máshogy hozta az élet. Na, akkor motivált. Engem mi motivált? Engem csak mindig a... nem a tudomány, az kevésbé, hanem a zene, a tánc, és a csoda volt az egész életem. És mai napig is mindenben hiszek, ami szép és jó, és elítélek, és nem akarom hallani, ami rossz, nem érdekel. Úgy viselkedek, mint egy gyerek, nem helyes, mert ebben a korban már az ember másképp kellene, hogy gondolkozzon, de nem gondolkozom másképp. Na, hát akkor mondjunk, például a főiskolán, a színművészeti főiskolán másodéves korig nem lehetett menni forgatni filmet,
forgatni. Én előzőleg ugye forgattam sokat, tehát én benne voltam ebben a szakmában, és de nem lehetett. Hát akkor valamivel pénzt is kellett keresni, és akkor elmentünk ipari tanulókhoz fellépni, nagyon kevés pénzért, de mégis több volt, mint a semmi, és akkor verseket mondtunk. És akkor leültették a gyerekeket az ebédlőbe, és elkezdtek enni. Na most akkor nem volt porcelán tányér a gyerekeknek, ugye az ipari tanulóknak. Kanal, kés volt, aztán zörögtek. És elkezdtem mondani Dzsida Jenő arany és kék szavakkal. Miképpen volt éves, pókhálós, vénterem zugában álmodó középkori Balát, ki lemosdotta rég a földi vácsarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, űrroppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, Madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosolya lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halvány fénye mellett megörökítni, drága arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe. Én szerelmem, világ legszebb virága. Vége van. Na és... Na és a következő, most el tudtam mondani, körülbelül 70 éve mondtam utoljára, nem, hát főiskolás koromban mondtam utoljára, de így mondtam. Tehát akkor, amikor a gyerekek elkezdtek enni, na... Miképpen volt éves, pokálos, vénterem zugában álmodó középkori barát, nagyon zavart engem, ki lemosdott a régi földi vácsarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, elment az agyam máshova teljesen, és csak költöttem, és szép az élet, és gyertek velem, és még egy kicsit kellett mondani, mert különben nem kaptam volna pénzt, és akkor... meghajoltam, és nagy siker, elmentem. De míg, amikor kérdezték, hogy ki tud szovjet költő versét, és az jöhetett csak el erre a fellépésre. És akkor én mondtam, én nem tudtam semmiféle szovjet költő versét, de feltettem a kezem, tessék Esztergál, és mondja, mit akar mondani. Hát én szeretném mondani a arany és kék szavakkal, és hála Istennek nem ismerte, hogy Dzsida Jenő írta, és mondtam, hogy Lukulin, ki írta, mert írta, tanárnő, Lukulin, az hashajtó volt. Na most, de 1966-ban volt, hát ezért egy kicsit megdorgáltak volna, hogyha rájönnek arra, hogy egy hashajtó nevét mondtam be. De az ember vagy mer, két több dolog nincs. Leülök egy kicsit, elfáradtam. Várja, Lukulin. Mi, valamit nem akarnak kérdezni? Nem. Nem akarnak kérdezni? Nem. De Csaba, maga kérdezem tőle, hogy vagyok, és akkor erre válaszolok. Nem, de hát nem akarom lebecsmérelni az egésznek a megjelenése, ennek amit maga 22 éve, most kifestem a szám, 22 éve csinál, ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog, és három lábú széken ülök. És azt is hallottam, idefelé jövet, hogy abba hagyta, és akkor hívták, hogy jöjjön és csinálja tovább, mert érdekli a várost az, amit maga csinál. Na most beszéljen egy kicsit. Ez pontosan így volt, hogy... Utána néztem. 2018-ban Miklósa Erika, és utána Daruka Mihály a
Vizsói Bibliáról tartotta az utolsó léleképítőt 2018. októberében, és onnantól kezdve valahogy én is leültem, de aztán jöttek a kérések, hogy Csaba, mikor lesz legközelebb léleképítő? Mikor lesz legközelebb? Aztán bejött ez a pandémia, és akkor 2021-ben már úgy döntöttem tavasszal, hogy igen, akkor indulunk, akkor megint zárlat, és akkor 2021. szeptemberében Fanándorral indítottunk, mondom, nem érdekel, ha ő végig tudott menni a világon ötször egy csónakkal, akkor mi is a léleképítőt végigcsináljuk ezután is. És ugye református lelkipásztor volt édesapám és édesanyám is, én orvos lettem, de valami közéleti szerepet csak kell vállalnom, és már annyi minden butaságot csináltam az életbe, de ez a léleképítő úgy tűnik, hogy ez tetszett az embereknek, és bíztattak, hogy Csaba, ezt csináld, ez jó. Na, mert végre valaki megveregeti a vállal, de csináljuk. És akkor kaptam hozzá segítséget, hála Istennek a Dunamenti Polgári Egyesület, most pedig a Polgári Magyarországért Alapítvány segítségével újra tudtuk indítani a léleképítőt, mert ugye Jézus Krisztus koporsóját se őrizték ingyen, tehát mindenképpen a segítségre szükség van, de minden esetre én is kaptam egy újabb motivációt arra, hogy még egy 20 évet húzzak bele, legalább, és érjem utol a művésznőt, és hogyha addig sikerül, akkor csináljuk, aztán ha még megint kapok indítást és segítséget, akkor még azután is fogjuk csinálni, és remélem lesz váltótárs, aki majd átveszi, és marad ez egy szekszárdi unikum, hogy léleképítő, mert ilyet egyébként komolyan mondom, hogy megyei szinten biztosan nem, de országos szinten is ritka, hogy rendszeres, havi rendszerességi összejövetelre ennyi ember eljöjjön belépés díjtalan segítséggel, kevés segítséggel a háttérbe, de most ez megvan. Visszaadom a szót. Gratulálok magának, óriási ember. Milyen orvos? Jó. Nem, most milyen orvos? Mondom, hogy jó. Hülye gyerek, de hogy milyen... Milyen orvos? Mi a szakmája? Milyen... Há, soroljam? De muszáj, de hogy... De komolyan. Hát mert rengeteg bajom van, hát ha segítek. Na, nőgyógyász nem vagyok. Hát de abban én már kinőttem, na most. Kérem szépen, kardiológián kezdtem, aztán elmentem a gastroenterológiára, akkor elmentem reumatológiára, gerontológiára, pulmonológiára, sőt, fogászatra is átmentem, kell, és köszönöm. A többi. Szép fogai vannak. Nem arról van szó, mi most jelen pillanatban harapós. Nem, mindjárt megharapom. De nincs, ebben a pillanatban mindenem fáj, és minden bajom van, fogam nem fáj, jelen pillanatban. Jó. Mindig hát, tudják, hozzá kell tenni. A rendőr azt mondta az orvosnak, hogy ha itt nyomom, bocsánat a rendőröktől, de ha itt nyomom, akkor itt fáj, ha ott nyomom, akkor mi fáj, ez is fáj. Ott. És akkor nem az, hát mi lehet a baj? Hát lehet, hogy el van törve az ujja. Nem tudtam, jó. Hát akkor most egy kis szünetet tartunk, benyomjuk a reklámot. Na, 12 éven aluljak. Az szörnyű. Na, de minden film között, hát ez borzasztó. Ja, ez tévé, pardon, nem mondom. Hát milyen borzasztó hideg van ott kint. Mindig valakitől függünk, de nem kell elájulni attól, hogyha nem adnak teret az embernek. Én a főiskolán, színművészeti főiskolán játszottam, azt mondja, várjál, az első szerepem volt, első éves voltam, én későn jelentkeztem, 84-be vettek föl, akkor én 83-ba voltam, 22. éves voltam, Muskátnét. Na most egy fiatal teremtés 40 éves embert nem tud eljátszani, mert azt nem öregen, azt lehet játszani, de egy 40 éves nem lett. Tehát először játszottam Muskátnét, aztán játszottam Pörsznét, aztán játszottam a Vadkacsában Szörbinét. Ezekkel nem lehet tanulni semmit.
milyen az élet. Az Isten lenézett rám, már mindenkinek volt januárban, 1968. januárjában szerződése, az osztályban, az évfolyamban nekem nem volt. Én a Pécs megkeresett engem, hogyha akarok, akkor menjek vissza oda, hát semmi szín alatt nem akartam visszamenni, ahol én nagy prima balerina voltam, és akkor kezdjem előről. Nem. Na és akkor fedezett föl a Kazimír Károly, és meghívott erre a Móri Zsigmond csibéjére. De mit akartam ezzel mondani? Hogy, ja igen, a Simon Zsuzsával öltöztem egy öltözőben. És mondtam, mert akkor már nem fügtem tőle, hogy Zsuzsika drága, miért csúnyát mondtam, finoman mondom, toltál ki velem. A 4 év alatt, hogy nem játszhattam koromhoz képest, koromnak megfelelő jó szerepet. Másik 2 lány mindig isteni szerepeket játszott. Azt mondta, hogy pedagógiából, tehát mindenre van válasz. Na most, hogyha engem a Kazimír nem fedez föl, réges-régen nem vagyok, el se kezdte volna a pályát. De soha senki, ezt mondtam az első mondatomban, soha senki semmit ne adjon fel. Akárhány éves, akárhány gödröt ásnak, hogy essél bele, de másszál ki. Tehát ez az élet rendje, ez az önnek az estjéhez esetleg valamit hozzá tudnék adni a lelkemből. Lelkemből beszélek, millió csók, Cili. Így köszöntem a kezdet kezdetén, hogy áldás, békességet és kitartást kívánok mindenkinek. Mert a kitartásra van a legnagyobb szükség. Bármibe kezd az ember, mindig van valami, amiben belebotlik. És ha nincs kitartás, az kell. Hát igen, mert én nekem nagyon sok göröngy volt az életemben. Hát mondjuk, hogy kezdjük ott, hogy hány éves voltam. Szóval egészen fiatal voltam, amikor mai szemmel, mai füllel ezt nem lehet megérteni, hogy miért akartam én klasszikus balettet tovább vinni, amit 9 évig tanultam. Miért nem örültem annak, hogy modern balett? Mert Magyarországon nem volt. Senki nem látott modern balettet. A televízió 1960-ban adott, azt hiszem, első adásokat, nem tudom pontosan, de nagyon, de nem adtak modern balettet, tehát senki nem láthatott. Tehát azért iszonyodtam az egésztől. Bocsánat, csodára vitte Eck Imre ezt a balett együttest, és csoda lett belőle. Csodálatos táncosokat képzett ki, és vitte a világba mindenhova. Én meg másra pártoltam. Hát nem lehet tudni. Hát de rengeteg olyan göröngy volt az életemben. A Tücsök című filmet forgattam 63 nyarán, amikor én Londonból 3 hétig táncoltunk a Piccadilly Theatre-ben, és de így hívják, Piccadilly színházban, és 3 hétig, és 2 balettnek voltam én a szólótáncosa. És nagy siker volt meg minden, de láttuk akkor Bezsárékhoz, láttuk Bayreuth-ba, elmentünk, és láttam az igazi modern balettet, ami spiccipővel és óriási tudással volt ellátva, hogy ilyen csúnyán beszél. De utána tehát hazajöttünk, és elkezdtem forgatni a Tücsök című filmet, ahol én voltam a Tücsök,
Az édesanyámat Psóta Irén játszotta, a szerelmemet Sinkovics Imre, nagymamámat Kismanyi, Pécsi Ildi volt a nővérem, és Pécsi Sándor volt a nagybátyám, tehát isteni szereposztás. Na és egyszer Salgó Tarjánban forgattunk, amikor kezdődött Salgó Tarjánt, akkor építették a panelházakat építették, de akkor még csak mondjuk a földszint volt kész. És akkor én álltam a sárban, és mindenki elment tőlem messzire. Tudnilik, én nagyon rosszul éreztem magam, irtózatosan fájt a fejem, mert kiderült, amikor már Pesten voltam, hogy 41 fokos vagy 2 fokos lázam volt, mert áldott állapotban voltam, de rubeolát kaptam ott Salgótarjánban, akkor még nagyon piszkos volt az a dolog, mert sárból építették az épületeket. Tehát ilyenek történtek, megvártak, mi kórházba vittek, visszajöttem, forgattuk a forgatást. Hát szóval soha nem lehet tudni, hogy miből mi lesz. A világ az Isten órája, amiben a hátrafelé forgó kerekek is előre viszik az óra mutatóját, mondta egy klasszikus. Ez gyönyörű. Hegedűs püspök volt. Ez gyönyörű. A igen. Világ az Isten órája, igen. Amiben a hátrafelé forgó kerekek is előre viszik az igen. Óra mutatóját. Igen. Csak észre kell venni, hogy megy előre az óra, és ne azt nézd, hogy megy visszafelé veled az idő. Igen. Hát szeretnék okos lenni. Na, hát akkor mit mondjunk még valami? Hát igen, mert ilyenkor szoktam dalolni, és akkor szoktak énekelni velem. Na? De hát nem a cappella kéne énekelni. A cappella nem tudok énekelni. Csak egy kis kísérettel. Itt van a két kis... Mi ez? CD-m. Hát drágáim, fogunk nem ebédelni, vacsorázni együtt. Én nagyon sokat főzök, sütök, és nem mindig igazán sikerül. Ugyanabból a lisztből, ugyanabból az élesztőből csinálom, és az egyik az olyan, mint a kü, a másik pedig isteni, lukacsos, és enni lehet. Mit mondjak még magamról? Hát most például, amikor elindultunk ide, akkor jött értem Krisztián, és próbáról jöttem. A következő bemutató az lesz május 20-án, Feltámadás Makucskán, és nagyon-nagyon érdekes darab, de én nagyon szeretném, csak erre nem nagyon tudok nézni, azt mondta az orvos, orvos volt az édesapám, orvos a másik testvérem, hogy annyira el van messzesedve a nyakam, hogy nagyon vigyázzak vele, na látod, jó van, okos vagy, hogy előbbre ültél, hogy jó torna gyakorlatokkal lehet tartani az állapotomat. Tehát hirtelen mozdulatot már nem lehet. Tehát a próbáról jöttem ide, most majd megyünk együtt vacsorázni. Csaba azt mondta, nagyon finom vacsorát kapunk. Kinek mi jut eszébe? Köszönjük Eszter Bauer Jánosnak és Monikának, hogy a vacsora színhelyét biztosítják. Úgyhogy köszönjük szépen, de ha akarják, még mondok verset. Igen. 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 Jó. Kerámia, mikor indult? Kati mama ezt kérdezi. Jó. Imádlak, várjál már, megértettem, mert elfelejtem a következőt. Tehát 2000-ben, 1999. február 5-én vége volt a Familiának. Rengeteg idő maradt. Jártam a gyerekekért a családban, az óvodába. Kata, aki ma már 26 éves, ő érte, mentem, és ő csinált sókerámiát. Mondom, ez csinált
hamutartót. Mondom, ez mi? Azt mondja, só, liszt, víz. Hazamentem, kinyitottam a tepsit, 100 fokra beállítottam, formáztam egy embert, aki reggelre hanyat esett, mert ugye a melegtől hanyat esik. De imádom a kerámiát, vagy mondjuk azt, hogy agyagozás, hogy ne sértődjön meg senki, aki végzett kerámikusként, mert ez más. Én azt csinálom, amit a jó Isten nekem leküld. Mert például az agyagot, ugye elkezdem dolgozni, és látom az agyagba, hogy mit fogok belőle kihozni. Ugye a festmény, festés, az pedig 2006-ban kezdtem el festeni, és festészet a sokkal nehezebb, mint nekem az agyagozás. Mert hiába látom a vásznon, most is, hogyha rámennek a lapom, az oldal, nem lapomra, oldalamra, Cecília Esztergályosra, akkor látnak sok-sok szobrot, meg festményt, meg mindent, hogy ki mindenki vagyok én. Jó napot! Hát Csaba, miről beszéljek? Mondj már egy címet, azt mondja, hogy... Na, mondok olyat, hogy a szimű... Nem. A balettintézetben, amikor végeztünk, akkor harmadikosok voltunk a gimnáziumban. És azt mondta az igazgatónk, Lőrinc György, hogy addig nem kapunk diplomát, hiába diplomáztunk a Operaházban január 3-án 1960-ban, ha lemegyünk Pécsre, ott tovább kell járni magániskolába. És aztán vissza kell jönni Budapestre és leérettségizni. Hát annyit tudtunk, hogy rengeteget. Na és meg gúnyból mondtam, mert rengeteg időnket a balettban töltöttünk, délelőtt, délután, este készültünk az estekre. Na és akkor visszajöttünk, hát ez is föl van véve a filmre, tehát mutattam volna, az igazgató úr, akkor még elvtárs, várt bennünket, és mondta, hogy ja, franciát tanított, és franciából is kellett érettségizni. És elmondom azt a verset, amit akkor tudtam, rögtön átengedett. Paul Verlaine-nek a tavasz, azt hiszem. Az, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout ce fréquent emblème consoleur, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça de là pareil à la feuille morte. Na, 80 éve, tudom. És... Franciául szépen hangzik, de magyarul még szebben. Na, magyarul nem tudom. Tudja? Ez az ont monoton bút, igen, konokon igen. És fájó, ugye? Az. Hát ezt, azt hiszem Tóth Árpád fordította. Tóth Árpád. Hát valami zseniális, hogy a magyar nyelv az le tudja fordítani szebbre, mint az eredeti. Igen. És a magyart hiába próbálgatják, hogy Petőfit vagy akár Tóth Árpádot lefordítani franciára, hát nem megy. Mert ez a mi nyelvünk, ez egy zseniális nyelv. Igen, de nem tudunk megélni vele Kilfelden, mert mindenhol angolul beszélnek. Két pogány közt 1000 éve itt vagyunk. Így van. Különlegesek vagyunk, értékesek vagyunk, szeressük egymást, és szeressük azt, hogy hol lakhatunk, és hogy ki, bocsánat, azt mondta az uram, ne politizálcili, hogy az uram, igen, hogy az, hogy megnyertük a választást, és ez a csodálatos Orbán Viktor, hogy még mindig kibírja azt,
hogy agyon vágják, agyon nyomják, belevágnak mindent, és még mindig tudja vinni tovább az országot. Be! Csodálatos dolog, és nekünk is oda kéne állni a vártára, és minden olyan jó dolgot csinálni, hogy az országot vigyük előbbre, és előbbre, és előbbre. Novemberben volt itt Pálffy István. Igen? És ő mondta azt, és hadd idézzem, mert olyan örökbecsű mondatot, nem tudom, hogy kedves művésznő egyetérte ezzel, hogy ugye léleképítő ennek az előadás soroznak a neve, de hogy mindenki vegye tudomásul, hogy mindenki léleképítő. Nem csak az előadó, hanem akik itt vannak. És ennek a felelősségét, hogy mi egymást kell, hogy építsük. És van felelősségünk, ha csak a szomszédunk felé, a gyerekünk felé, a szüleink felé, bárki felé, de van felelősségünk, mert közösségben élünk, és lélek építők vagyunk. Így van, bravo, így van. Segíteni egymást, hinni egymásban, szeretni egymást, és boldognak lenni, hogy lát az ember zöld fát, füvet, eget, napsütést, és ezt mind kihasználva éljünk, nem így, hanem így. Mert megadatott nekünk, hogy van miért mosolyogni. Nagyon-nagyon ritka, de mosolyogni kell. Drágáim! Mondta Koncz Gábor pár hónappal ezelőtt. Méltósággal megöregedni, ez a legnagyobb tehetség. Ilyenkor a helyzet már nem változik, csak az erkölcsök. Igen, hölgyeim, a vér már lassabban pörög az emberben. És azok a csúnya ösztönök is már alább hagynak, de Koncz Gábor is örökbecsű mondatokat mondott itt a léleképítőn, mint ahogy Esztergályos Cecília is, és köszönjük, hogy közénk jött művésznő, és ami még belefér a csövön, még... Jó, rendben van, én boldoga, ha valamit mondanak, hogy mi érdekli őket, akkor az embernek eszébe jut. Mert mondom, én arra számítottam, hogy tudok dalolni, meg tudok mutogatni, hogy akkor mit csináltam, meg akkor mit. Igen, Horváth János. Igen. Vasárnapi sütés, főzés, hogy zajlik? Feltétlen vasárnap, amikor nem játszom, mondjuk, vagy nem próbálok. Hát reggel 4-kor kelek, mert miért szoktam 4-kor? Mert felébredek. De azért, mert ha játszom, akkor nem ébredek fel 4-kor. De hát az, hogy imádom azt csinálni, hogy egyszerre sütök 2, tehát a kenyeret és a kalácsot, az természetesen csak, és olyankor szól hozzám az uram, akkor összekeverem a 2, de nem baj, azt is nagyon finoman meg lehet enni, de szeretek sütni, szeretek főzni, szeretek a gyerekeknek a családban adni, életem lőjön, de ne alulról, hát mert nyuszi, legalább álljon fel. Tudom, hogy nehéz, de hát Istenem... Na, tehát szeretek örömet okozni, szeretek mindenkivel jóba lenni, és hogyha valaki rosszba van velem, azt is rögtön tisztázni kell. Rögtön sütés, főzés, az minden jó, mindent azt csinálok, amit szeretek. És azért élek a világban még, mert szeretek élni, és szeretek, mindent szeretek, amit aludni is szeretek, olvasni is szeretek, és az, hogy belenézni a másik szemébe,
és boldogságot látni benne, és boldogságot adni a másiknak. Hát sajnos megöregedtem már, de az nem baj, dehogy nem baj. Mert tényleg úgy volna jó, hogyha az ember mondjuk megöregszik 50 éves koráig, és aztán visszafiatalodik, de ez nincs. Mert a fiatal nem hiszi el, hogy mi az öregnek természetesen rengeteg baja van. Nem tudja, aki nem tudja, az nem tudja. Fogalma nincs. Mi? Nem értem, mert süket. Rájön ő is, igen, vagy nem. Hát, ha elmegy előbb, akkor nem jön rá. Igen, igen, sajnos az van, hogy az embert, engem nagyon gátol, hogy ezek a balesetek történtek velem. A bal csípőmet ugye háromszor operálták most 2 hónap alatt, vagy 3 hónap alatt, de el kell mondani, hogy a baleseti sebészeti klinikán dr. Sződi Róbert főorvos megmentett az életnek, mert előzőleg kiment megint a lábam, mindenki mondja, hogy elájul. Bár elájultam volna, akkor nem érzem azt a borzalmas fájdalmat, a tapsnál történt. Egyszer játszottam szeptember 25-én, akkor volt 2 hónapja megoperálva a bal csípőm, és mindjárt boldog voltam, és semmit nem csináltam. Ki jött a helyéről, hogy ő csinálta rosszul, vagy Isten tudja, nem is érdekes, dehogy nem. Na, és akkor azt mondtam, 2 orvoshoz is elmentem, hogy járókerettel, illetve akkor még vittek hordágyon, egyik kórházból a másik kórházba, nem a balesetibe, akkor még nem ismertem a Sződit. Azt mondták 2 orvos, az egyik a sportkórházban, a másik orvos az irgalmasoknál, hogy örül majd, hogyha látja. Hogy miért? Hát járjon járókerettel, még 80 éves lesz, mit akar még? Hát mondom, élni szeretnék, ennyi. És akkor felhívott engem a Sződi főorvos, és azt mondta, hogy én megcsinálom. Bementem október 10-20-án, és nem tudom, október 20, nem tudom, pontosan már elfelejtettem, bementem a balesetiben, megoperált, és akkor helyreálltam, február 2-án játszottam már. Hála Istennek! De ez mind, mert nem, aki még nem volt megoperálva, és aki nem volt kitéve, ilyen szörnyű helyzet, amikor nem, most se érem el a lábam végét, tehát úgy mosakszom, hogy beállok a tuss alá, amit már azóta csináltattunk meg, mert kádba nem tudtam beállni, tehát olyan dolgok vannak idős korban, akivel ilyesmi előfordul, megalázó, rossz, nem jó, rossz, nagyon rossz. Ki kéne találni valahogy, hogy lehet élni, és akkor az én férjem, aki Fonyódi, dr. Fonyódi István, azt akartam mondani, nem, mert Péter. Nem, valamiből ez jött, és ő mindent megcsinált nekem, amit nem tudtam megcsinálni. Nem jó érzés, nem jó kiszolgáltatva lenni. Rossz. Soha nem maradtam ott a rehabilitáción, mindig hazament, mindig. Hát már ez lassan egy év telt bele, mire a 3 helyre jött. Borzasztó, nem? Az a borzasztó, hogyha az ember nem gyógyul meg, időben nem hal meg. Tényleg így van. Akárhogy is így van, de úgy van, hogy én nagyon-nagyon hiszek az Úristenbe, és ő tudja, hogy mit akar. Ennyi. Én az nekem Esztergályosnak nagyon-nagyon rossz, hogy nem tudok mindent, én a lábammal mindent tudtam csinálni, tehát lerúgom a csillárt ott onnan föntről, semmit nem szabad.
mert akkor megint azt mondták, hogy akkor kiugrik. Na, úgyhogy nem a lábam. Tehát nem szabad csinálni semmit. Nem baj, túl kell élni, és nem abba kell élni, hogy mit tudtam, hanem mit fogok tudni. Jó napot! Na. Na, letelt 19 óra 23. Megvan a másfél óra, így van? Egy kérdés még, hogyha... Boldogan, ha van kérdés... Várjál meg! Nem. A balett intézetben nagyon kemény kiképzés volt. Hát tulajdonképpen 18-20 éves koráig ennek a kemény dolognak volt részese, és akkor ez, mert biztos, hogy akkor is már megvolt ez a humor érzéke, hogy ezt hogy tudta elviselni, hogy nem tudott, hogy ki volt, vagy ki tudott, hát a többiek meg... Nem, hát a rúd mellett nem tud, hiába van baromi jó kedvem, meg humorom. Az Isten megáldott azzal, hogy a rosszba is jót látok. Nem én teltek róla, tehát a balettban ugye nem tudtam. Boldog voltam, hogyha vígjátékot játszhattam. Rosszini Szemirámis Nyitányában Ek Imre meglátta bennem, aki vagyok, és olyan koreográfiát csinált, isteni volt. De ott például milyen érdekes, a bemutató előtt főpróbán lejött Szabó István, aki Szabó, nem, ma már Szabó István Oscar díjas film rendező lejött színésznőt keresni, de elmondtam már sokszor, de nem baj, és az operatőr, aki Amerikában él kint, ő ajánlotta, hogy ott van egy Esztergás Cecília, én szerintem nagyon jó lesz erre a filmre, fiatal lány kellett alakítani, semmit nem kellett csinálni, Pista kérdezett, én válaszoltam, más lesz szinkronizált, de az egy más, azt tudják mi, az ember beszél, és nem az én hangomat adják be, hanem másét. De hát én akkor még nem voltam színésznő, tehát nem mondhattam azt, hogy kikérem, mondtam, de nem ért semmit, hogy kikérem magamnak. Igen, tehát a balettban nem lehetett átvinni, de természetesen a mai napig is csak a huncutságon jár az eszem, és tulajdonképpen most is a drága férjemmel együtt élünk 37 éve, úgyhogy remélem, hogy még kibírja tovább, de természetesen boldogan, ha lehetne, azt mondaná, az jó Isten lenézne, és az Cili mit szeretné, gyereket szeretnék, de a gyereket 93 éves korban már nem illik, tehát szeretnék gyereket, meg szeretnék boldogan élni, fiatalon, nagyon jó öregen, nagyon jó, nagyon. Na egyet mondja, mi jó. Hát nem. Ezt, amivel kezdtem, hogy meg kell találni magunkban azt a jót, ami tovább visz bennünket a járdán. Ha nem tudunk menni, akkor majd tolnak. De hát, szóval ez van, sajnos ez van. Nem tudok mit mondani. Késcsókom, késcsók, kerekes csók. Boldogságot szeretnék kívánni mindenkinek. Ez nem, nem csak szó. Tényleg. Szeretni. Igazából saját maga is sokkal több lesz az az ember, aki tud szeretni. Boldogsággal. Ha rászólnak az ember, most mit örülsz? Ja, ilyen volt. Például a Csibének a bemutató a főpróbáján, nem mondom, mert már meghaltak szegények, és fiatalon, irtozatos, nehéz színpadon nevetni. Tehát az... Hát ezt nem lehet, hát így megy. Tehát éjszakákon át feküdtem az ágyon, hanyat, és megpróbáltam valahogy megtanulni, hogy rekeszizomból, meg mit tudom én, nem ment.
De főpróbán, ha jól emlékszem, szóval már benn volt a közönség, nagyon jól vett mindent, és véletlenségben... és akkor a partnerem megkérdezte, hogy mit, minek örülsz. Na most, hogyha őnek is sikerül engem tönkretenni ott, akkor ott meghalok, és kész. Megbukok. De ez annyira feldobott engem, hogy valaki ilyen rossz indulatú legyen, hát az elképzelhet, hát madarat lehetett velem fogadni. Nem hiszem, hogy még ma este fogok beszélni. Csókolom. Mi köszönjük szépen, és hát fergeteges volt, Cecília, köszönjük szépen. És bocsánatot szeretnék kérni azért, hogyha nem voltam fenkölt. Én szeretném, hogyha ez maradna meg belőlem, hogy egy jó ember voltam. Szegény, drága Cilike itt volt, és már meghalt. De nem, remélem, hogy még fogok élni, mert az én ők nagymamám 104 éves koráig élt, tehát akkor még van tulajdonképpen 24 évem. Hát akkor... Úgy legyen! Úgy puszi, legyen, és egyébként a Bibliában 150 Zsoltár van, minden évre jusson egy. Köszönöm. A 80. Zsoltár. Köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm, hogy bíztak bennem, köszönök szépen minden, tényleg. Áldás békességet, és legközelebb 19-én Nyerges Attilán találkozunk. Köszönöm szépen, Esztergályos Cecília, és önöknek is.